itt járunk Kabai László festőművész, művésztanárnál. Köszönjük, hogy itt lehetünk. Mennyire jellemző, hogy látogatók érkeznek ide a műhelyébe? Hát két lehetőség van a látogatásra. Egyrészt ugye vannak tanítványaim, főleg ezek járnak ide, és néha vannak ilyen csoportos jelentkezők a város részéről, különböző, például Pán Tírikon én is szokott hozni csoportokat, és akkor körülnézek a műterembe, és megnézik, hogy mit munkálkodok. Ez a kétfajta lehetőség van, illetve ezek szoktak előfordulni. Beszélgessünk egy kicsit a tanítványokról. Mennyi van jelenleg? Pillanatnyilag most 2 van, a többiek azok voltak 6-an, de felvették őket művészeti szakközéből egyrészt, másrészt gimnáziumban, és így most lecsapant 2 állandó tanítványom van most pillanatnyilag. Mióta foglalkozik festészet oktatásával? Azt hiszem, hogy először is a művészeti szakközébe kezdtem tanítani, annak én Sípos Antal tanáról meki volt, mikor elkezdtem a Kaposvári Művészeti Főiskolát, és akkor egy 10 évet dolgoztam, mint művészeti iskolában, vagy zeniskolában, akkor alakult át művészeti iskolában, és akkor ott kb. 10 évet dolgoztam, meg voltam orradó, meg még főállású tanár is voltam a Vízás Kultúrából, ennyi. Tehát mi a jellemző, hogy milyen korosztályt oktat? Hát elég kortalan, mert voltak egészen autista gyerekek, egészen az oldáskort, egészen voltak, akik még Amerikából is jöttek, idősebb hölgyek. Tehát teljesen széles a skála, abszolút bárkit tudok oktatni, vagy legalábbis egy olyan szintig, ami az én képességeimben belül marad. Nincs korosztályhoz kötve. Figyelemmel kíséri-e, hogy a diákjai, akiket oktatott, merre viszi őket tovább az útjuk? Hát igen, természetesen vannak jó néhány tanítványok, akik visszajeleznek, sőt szoktam velük találkozni. Vannak, aki nagyon sok eredményítettek, elvégezték például az Iparművészeti Egyetemet, végeztem, ma már a jól tudom tanszékvezetőnek hívják meg ebbe, például azt a másik, a Debrecenben él egy tanítványom, az már önállóan kiállít külföldön, Párizsban, Londonban is volt most kiállítása. Aztán van egy másik, aki most végzett főiskolát, az még keres a pályáját. Hát vannak visszajáró tanítványok természetesen. Önben hogy érzi, hogy mikor született meg a művész? Hú, ez nagyon nehéz ügy volt. Ez sokáig barangoltam a világban, sok mindent csináltam. Egészen a krisztusi korig, úgy mondhatni 33 éves koromig, mindenfajta utakot jártam be, ami nem nekem volt megfelelő. Egyszerűen nem találtam magamat a világba. Úgy éreztem, hogy nem jó helyen vagyok, és akkor hát úgy alakult, hogy ilyen szerencsés véletlenek folytán, hogy azt mondom, hogy Balaton voltunk egy ilyen baráti társággal, és akkor ott láttam ilyen portré rajzolókat, és akkor már mert ugye gyerekkoromban is már elég jól rajzoltam orráskorom, meg általánosokrában, akkor abba adott az egész, egy ilyen tévútra tévedtem, egy ilyen serlengő mindenfajta, próbálkoztam mindennel, tehát nem jó helyen voltam, és akkor ott gondoltam magamban, hogy én is megpróbálom, és nagyon jó sikerültek a első polték, és akkor eltartasztam, hogy polté rajzó leszek. Hát nem lebből semmi természetesen. Aztán hazajöttem, és akkor közben meg van egy ilyen szenvedélyem, hogy kerékpározok, mert kerékpároztam főleg nagyon sokat, főleg ilyen túra kerékpározást, és bejártam az egész határt, és úgy nem tudom, mi jött rám, hogy mondom, egyszer elkezdtem vinni magammal papírt, ceruzát, meg tollat, meg ilyeneket, és akkor mondom, megörökítem a táját, leültem egy kicsit az árokpartjára, és akkor tetszett ez a gyönyörű, erőfényesen alföldi nap, meg a tanyák hangulata, a gyárfasorók, meg stb. Keresztutak, dűlóltak, és akkor csináltam egy sorozatot, és akkor azt megállt a Körmendi Lajos, nagy kiváló karcagíró, és nagyon tetszett neki, és akkor megjelentek az első karcegi Gémondóban egy-két illusztrációként, egy-két ilyen rajzom. Aztán Bellon Tibor is felfedezte ezt, és mint akkori múzeumigazgató, Eton Gáfos fölkérte, hogy legyen egy kiállításom, mert neki nagyon tetszettek ezek a, mert szerintem utólag ezek már nem is műalkotások, hanem igen tanulmányrajzok szerintem. És akkor azt mondja, hogy csinálunk egy kiállítást. És akkor így kezdődött, végülis ez a szerencsés véletlen, hogy valahogy a biciklizés, meg ez a útkeresés, meg ez a jó lenne rajzolgatni, vagy valamit, és akkor így összejött, és akkor így lett egy kiállításom. Kultúra napján nyílt meg múzeumban, és akkor így kezdődött valami el, ami nagyon kezdetleges volt, de
később jöttem rá, hogy mennyire nehéz ez a pálya. Tehát ez egy nagyon nehéz pálya. Tehát ebbe belekezdeni, ezt egyenes úton normálisan kell kezdeni fiatalkortól, úgy, hogy én tanítom most a tanítványomat, ezt így kell elkezdeni, nem úgy, hogy én. Tehát ebből lehet tanulni. Mondhatni azt, hogy a grafikával kezdte a pályáját, ugye? Hát ha a grafikát miért nevezzük, hát igen, egy rajzolás, vagy egyszerű, nem sokszorosított, de mégis a grafika azt jelenti, hogy sokszorosított eljárás, de én hát rajzokkal, meg tórajzokkal ilyenekkel főleg. Tehát ilyen grafikai jellegű mit alkotásokat, vagy munkákat csináltam, igen. Hogyan lett ebből festészet? Hát úgy valahogy elkezdtem a rendmondos, ilyen lavírozott tórajzokat, és akkor elkezdtem lavírozni különböző színekkel, ezeket foltokat helyeztem rá a képekre, és akkor Körmi Lajosnak a hatására különböző táborokban vettem részt, találkoztam bizonyos művészekkel, volt szerencsém, például Bodlaci bácsival volt jó viszonyom, az arcég születésű, aztán Réti Zoltán, Hézső Ferenc és Boros Lajos Wiesbadenből is a felesége. Na most ezek voltak ilyen meghatározó emberek az életemben, és akkor láttam, hogy festenek, és akkor láttam, mondom, a festészet az egy más tészta, más dolog, és akkor közelebbi kapcsolatban kerültem a Boros Lajos és Boros Jakabanka Wiesbadeni festőművész házaspárra, nagy jó barátsággal alakult ki közöttünk, és végül is ott megváltozott minden, az egész úgy, ahogy van. Tehát onnantól kezdve, ugye a 8 évig, 8-10 évig volt ez a szoros kapcsolat köztünk Lajos bácsival, ő tartom a mesterlennek egyébként, teljesen megváltoztatta az élet a művészethez való hozzáállásomat. Tehát új szemléletmód alakult ki, egész más napokra helyeztem a festészetet, a művészetet, mindent. Tehát új stílust alakítottam ki, teljesen másképp láttam mindent. Tehát rengeteg tanultam tőle. Milyen témákkal indított? Mit festett szívesen? Hát elsősorban egy tájképeket festettem, ugye azzal kezdtem, meg akvelleket főleg, vízfestményeket, ezeket például galériákban is árulták, vagy még árulják néhány helyen, meg én is adtam el belőle, tehát ezekkel kezdtem. Aztán ahogy találkozott az találkozást ezekkel a művész urakkal, meg ezekkel a nagyobb kaliberű emberekkel, akkor minden átalakult bennem, és akkor kezdtem el gondolkozni az önálló, hogy ilyen egyéni kifejezési módokon, hogy mi is a művészet valójában, mit is akarok én egyáltalán, és akkor kezdődtek el szépen ezek a ugye háttérben látszó egyéni abstrakció fele forduló festmények kilógozása vagy megtervezése. Így alakult ez át. Tehát a vízfestményekkel kezdtem akvarellel, mondjuk azt is mai napig is folytatom, de nem ez a lényeg, ezt csak általában megrendelésre csinálok ilyeneket, vagy de inkább megrendelésre. Hol lehet megtekinteni az ön képeit, alkotásait? Hát többek közt mondjuk interneten, a virtuális világban, tehát mondjuk Facebook oldalon, vagy itt a műteremben, vagy néhány, vagy az interneten rá lehet keresni. Mennyi alkotása van úgy hozzávetőleg? Számon tartja-e? Hát nem tartom számon, nem tudom, rengeteg. Hát például csak most éppen tegnap tanulmányokat néztem át, hogy van egy 10 kiló tanulmányom, csak tanulmányok. Rengeteg kép van. Tehát ezek, amiket látunk, ezek egy ilyen olyan képek, amiket ugye magamnak festettem, vagy elsősorban, és nem leadásra, hanem próbálom őket kiállításokon szerepeltetni, vagy éppen megmutatni, vagy önmagamnak festem. Ahogy ebből majd mikor lesz egy olyan gyűjtemény, amit majd egyszer szeretnék majd kiáltani a nagy közönségére, az idő kérdése, mert az nagyon sok idő kell. Tehát egy jó gyűjtemény, hogy mondjam, egy jó kiáltáshoz nagyon sok-sok anyag kell, és abból nagyon jó anyagot kell válogatni össze, és haszonba kell az egésznek. Most éppen ezen az úton haladok, hogy majd egyszer majd jó lenne egy gyűjteményes kiáltás. Tehát egy szó szerint egy témát körbejárni és azt kiáltani. Van-e kedvenc időszaka, amikor a legkedvezőbb az alkotás, az alkotási kedv? Hát végül is nincs. Teljesen változó. Kétfajta alkotó létezik, ahogy tanultam a főiskolán, az egyik az, aki mindig fest éjjel-nappal, és akkor van, amikor nem valami jókat keres, hanem éppenséggel nem remek műveket, de van, amikor remek műveket fest. Én meg az ellentétje vagyok. Én ritkábban festek. Én inkább gondolkozok, meg filozófálgatok, meg így csak gondolatban vagyok jelen, és én ritkán festek, tehát, de akkor viszont valószínű, hogy néhányszor egész jókat. Tehát nekem fordította beállításom, tehát én nem egy folyamatosan dolgozó ember vagyok, hanem ami hangulatom, az érzelmi hullámom éppen úgy áll, akkor festek.
és akkor tényleg festek, és akkor valószínű, hogy egész jó dolgok jön neki. Tehát ez a típus vagyok. Mi lenne az álma festőművészként? Hát különösebben nincs meg nagy álmaim. Azt szerintem csak annyi, hogy szeretem, amit csinálok, meg az oktatás, tehát hogy tovább vagyom azt a tudást, amit eddig megtanultam másoknak, és saját példámat állítom őjelőjük, hogy kezdjék el minél hamarabb ezt a pályát, mert nagyon nehéz pálya egyébként, tehát ez rendkívül nehéz, tehát ezt nagyon korán el kell kezdeni, megfelelő messze a kultúrával, és úgy lehet előrejutni, és úgy lehet valamit csinálni, valami munkát lehet tenni az asztalra. Amúgy későn kezd az ember, minél később kezd, annál nehezebb. Nekem semmi más célom, csak az, hogy tanuljak és tanítsak. Mára több díj birtokosa is. Hogyan hatnak ezek a mindennapjaira? Mit tesznek hozzá? A díjak azok nagyon jó dolgok, meg fontosak az ember életében, főleg akkor, hogyha általán még értékelik is azt, ezek előre viszik az embert. De viszont ad egy elkötelezettséget is, hogy akkor, ha kaptam egy ilyen díjat, akkor tartsa magamat ahhoz, hogy haladjak ezen az úton tovább is, próbáljak még jobb dolgokat csinálni, vagy még jobb munkát elérni. Tehát ez egy jó dolog nagyon, csak hogy felelősség is jár. A legutóbbi díja Karcagváros kultúrájáért díj. Számított-e rá? Hát azért nagyok nem, különösebben úgy valahogy nem. Most nagyon meglepődtem, mikor karácsony előtt kaptam egy ilyen kis értesítést, és akkor ez egyik legjobb karácsony ajándék volt életemben. Tényleg, de nagyon teljesen meglepődtem, abszolút el voltam rá, hogy hú, hát ez, ilyet nem akartam, mind a szememnek, jó, kibontottam a borítékot, hogy ez egy ilyen értesítés arról, hogy majd kapok egy januárban a Magyar Kultúrnapján egy díjat. És tényleg teljesen nagyon feldobtam, fel voltam dolgozva, ez tény is való. A képalkotás több területén is tevékenykedik. Melyek ezek? Hát a főiskolai tanulmányom során megismerkedtem filmezéssel, a filmmel és a fotóval, és addig is fotóztam én ilyen amatőr fotóként, még a régi analóg korszakban, meg gyerek sok minden érdekelt, de a főiskola főiskola azért volt jó, hogy adott egy rendkívül sok feladatot kaptam, és azokat végigcsináltam lelkismentesen, és ezáltal nagyon sok mindenben bepillantást jelentettem. A szobrászattól kezdve, a fotózástól kezdve, a különböző, nem beszélve a tanítást, a stratégiáról, meg pszichológiáról, meg stb. De most ami lényeg az, hogy fotózás és a film is oda került. És akkor ráadásul a diplomunkám az egy filmet választottam témájáról, és egy filmet készítettem, egy dokfilmet is, dokumentumfilmet, és olyan sikeres volt, hogy két díjat is nyertem vele. A szakdolgozatommal viszont még olyan az is olyan sikeres lett, hogy azt meg ki is adták, publikálták, tehát könyvalakba. Tehát hogy nem az asztalfiúknak kerültek ezek a munkák, hanem végig is hasznosíthatók lettek. Tehát ez a két dolog, amit mondanak, kérdezett, hogy a film és a fotó, ami még ilyen vizuális kifejezés formánál számolom. A film az már nem. A film az vége, mert a film az egy nagyon összetett munka, az nagyon sok embert kell, az egy team munka. Azt úgy rájöttem szép lassan, hogy nem aprózhatom el magamat, mert nagyon elaprózhatom magamat, hogy ezt lemondtam a filmrezésről. Tehát film az nem létezik, az volt, most nincs. Amúgy természetesen nyilvánul a filmművészetet, a filmet, de maga a fotográfia viszont megmaradt, mert az nagyon, nagyon tetszik továbbra is. De a festészet a fő csapás iránya, a fotó is az, de nem is tudom, inkább a festészet, ami talán közelben hazan. De a fotó is jó, nagyon-nagyon szeretem a fotózást is. A fotónál elég egy jó pillanat, amit elkap a fotós. A képeknél, a festészetnél viszont jóval hosszabb munkát igényel. Mit lehet megállapítani, hogy körülbelül mennyi idő egy festmény elkészítése? Festmény elkészítése attól függ, hogy milyen stílusban dolgozunk, ugye? Mondjuk akvarell például, akár egy 15 perc alatt tudok festeni egy jó akvarellt. Na, de ez kellett mondjuk most, hogy 65 éves leszek. Tehát ez nem úgy működik, hogy hirtelen tudok festeni 15 percet gyakorlat, hanem ez rendkívül sok gyakorlat, úgy gyakorlat kell hozzá, és rendkívül sok gyakorlat és tapasztalat, hogy viselkedik a festék, stb. És 15 percet lehet egy remek akvárt festeni, de lehet 15 hónapig is, vagy mit tudom én, akár egy olajfestményt lehet festeni 5 évig. Tehát ez minden, attól függ a technológiától, meg az habitustól, hogy hogy áll hozzá, mit akarok. Vagy csak kikacsának például azt, és 5 perc, vagy akár egy perc alatt tudok egy fejet úgy lerajzolni, hogy
hogy az úgy még fel is ismerhető, és benne van minden az egész ember. 5 perc, csak ez is megint kellett egy csomó, nagyon sok idő, mire az ember elér egy ilyen szintre. Tehát ilyen, ennyire változók az időtartamok, tehát rendkívül széles a skála. Szokott-e értékesíteni a festményeiből? Hát igen, van mikor, persze vannak vásárlók, akik jönnek hozzám, előbukornak, nem azt mondom, hogy óriási nagy érkülőse, de előfordul igen, és akkor nagyon szívesen veszem, hogy vásárolnak tőlem képeket. Meg galériákba is néha eljutnak, meg régebben voltak nagyon sokszor galériába képeim, most ma már nem annyira, tehát inkább innen a műteremből szoktam értékesíteni, ha jön hozzám valaki, akkor eladom. Igen, előfordul, meg van, aki el is adja. Párom például, akinek sokat köszönhetek, Zsóka, az is nagyon sok képemet úgymond értékesített már, vagy ajánlott az ő körébe is, tehát ez is egy jó dolog. Meg olyan emberekkel vagyok körülvéve, akik műkedvelők, vagy művészetkedvelők, és ezek is ajánlanak engemet különböző helyekre. És akkor így tudok hozzájutni bizonyos vásárlási közönséghez. De nem egy nagyon óriási, persze természetesen, de azért mégis jó, hogyha van. Meg megélt is ez azért kell végülis, mert van nagy, hogy mondjam, jó, mert nem élek, de végülis azt szeretem, hogy azt csinálom, amit szeretek. Tehát ez egy ilyen férigen szabadság kell hozzá ez a dologhoz. Művész úr, mi az a kép, amit itt láthatunk, mi készül? Ez az a kép, amit felszednék ajánlani a város részére. Ez egy régebbi képem, amit ott látunk a falon, annak a nagyított változata, vagy egy nagyon méretűen megfestett képe lesz. Ezt végülis azért is festem meg, mert egyrészt kb. Egy évig festettem azt a képet, és elég jól sikerült, úgy érzem, meg nem csak én, hanem a visszajelzések alapján is, és gondoltam, hogy felálljam a városnak ezt a nagyobb méretű változatát, és hogy legyen valami maradandó, mert szerintem ez Karcolót összefoglalja. Legalábbis az én Karcolom az a címe, de viszont azt hiszem, hogy sok emberre azonos az irányultságom, mert szerintem benne van, ami a Karcagról szól. Nekem ez Karcag. És akkor legyen egy olyan kép is utánam, ami mondjuk ez az én művem. És valószínűleg a Kántorteremben lesz majd felállítva. És hogy mikor lesz kész, azt nem tudom, mert ez elég nagy meló. Tehát ez a felrajzolás volt, ez volt két hétes meló, vagy majdnem 3 hétig tartott, mire ideig eljutottam. És most ezen dolgozom, nem csak ezen dolgozom, ez csak egy ilyen fő munkám, amúgy festegetek természetesen, meg tanítok, meg fotózok, úgyhogy meg a városnak is fotózok, a város és fölgélt, a városnak a fotózására, mert azt majd 2 éve is, akkor azt is fotózom meg a környékét. Tehát, hogy van, tehát én ezekkel foglalkozom felváltva. Mutassuk meg a nézőknek az egyes elemeket, hogy mik szerepelnek majd ezen a képen. Hát nem tudom, ezzel nézzük, vagy azon, nem tudom, ez itt végülis az egész úgy néz ki, hogy végülis ez egy körforgás lenne, végülis, hogyha észreveszük, hogy tehát a napkeltétől napnyugta, ugye, benne van ebben a képben az egész életünk. Nem csak egy napunk, hanem az életünk, tehát az egész világhoz, hogy forog, telnek a napok, telnek a hónapok, évek. Ezt próbálom összesűríteni valahogy egy pontba, és én is Karcag szempontjából. A színei azok ugye olyanok, hogy az agyag és azért ilyen vörös barna, mert az agyag miatt, hogy itt sok agyagos föld van, a másik meg az a kék szín, az meg a kunkéknek a egyik szimbolikus jelentése Karcagnak. Most ezek a két főszín szerepel benne. Hát van benne két világ, van az égi világ, meg a földi világ. Ugye van egy zárohídunk, a szárazra vetetve zárohíd, ami a város elválasztja a pusztától. És a pusztán vannak ugye a hagyományos állattenyésztők, például a pásztorok, mezőgazdasággal foglalkozók, tanyavilág. És akkor ez lenne a külső világ, ez a úgynevezett városon kívüli világ, ami a régi módra is utal, ugye, mert régen is úgy volt, hogy igen, a tanyán éltek, kint éltek az emberek, és akkor volt a városban egy házuk, és akkor volt egy tanyájuk is például. És akkor látunk egy pásztort, egy ló, jellegzetes egy ló, az nagyon fontos volt, büszke volt mindig a karcai paraszt a lovára, a jó tenyésztés egy nagyon fontos dolog. És akkor a hídon túl ugye a város. Hát a városban még mik vannak? Vallási felekezetek vannak, van a reformáció, református templom, van a katolicizmus, katolikusok. Aztán van a városház, egy fontos dolgot intézték a város ügyeit. És akkor a pásztorral szemben így átlósan, ugye Györfi Sanyi Kossuth, ugye szobrászművészek van egy nagyon szép angyalos kút szobra. Hát az egy ilyen szimbolizál egy angyalt.
Hát az meg az égieket szimbolizálja, ugye, ez, az a földieket, ez meg az égieket, egymásra szemben vannak, ugye, és akkor ez jelenzni az ég, olyan, mint az élet fogy fönt az ég, lent a, mint a, igen, az életfa. És akkor, hát olyan kis apróság vannak még benne helyezve, ami nekem személyesen ezek a vargyak, azok nagyon csókák, azok nekem mindig így kerengenek a templom körül. Akkor a ház, ugye a parasztházak, a malom, egy ilyen malomipar is volt Karcag, nagyon sok szélmalom volt egyébként. Aztán itt a fűszág, gólya, ugye, fecske, ezek számomra természetesen mind magamban indulok ki, de hát valószínű, hogy másoknak is tetszik. És akkor az egész ugye fel kell a nap, és akkor a vörösből kezd egyre jobban világosodni, és van egy csúcspontja ennek a zenét, ott van a, itt van a nap zenéten. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy a napnak a közepére értünk, vagy az életkön közepére, vagy tök mindegy, hogy értsük. És akkor ez itt van benne egy galamb, egy fél galamb, az meg a béke szimbóluma. Tehát hogy ugye, hogy legyen már béke. Tehát minden felekezetmentesen, minden, hogy minden béke legyen, ez fontos. Ez a fénysugár, ez végigvegy az egész képen. És bevilágítsa az egész pusztát, a tanyát, és akkor kijutunk egy ilyen helyre, hogy van egy ilyen aranyveretes oroszlán fejű csat, ez régen egy, itt találták a környéken egy régészek, és ez meg arról tal a múltunkra, hogy honnan jöttünk, hogy honnan vándoroltunk be. És akkor így áll össze az egész. Tehát ha ember ránéz a képre, vagy erre, akkor a szemét elkezdi járatni, és a, valószínű, hogy valahol megkezdi a szemével a járás, és akkor mégis egy körforgás alakul ki, és egyszerűen valószínű, hogy a kép az képen belül marad az egész tekintet, és akkor a végén összeáll egy ilyen körforgás. Ugye a nappal, dél, este, éjszaka, nappal, dél, este, ez egy ilyen körforgás. Ugye itt van egy óra, itt azért van éjfél, vagy dél, hogy nem tudjuk eldönteni, hogy most az éjfél, vagy dél. Tehát lehet az éjszaka is, meg lehet nappal is. Tehát az időt azt meghagytam örökké valóságnak. Tehát az idő az egy örökké. Nem tudjuk, hogy hol vagyunk, hogy éjfél előtt vagy dél után vagyunk. Nem tudjuk. Ez a lényeg, hogy és egy szimbólum, hogy hol is vagyunk valójában. És akkor ez meg egy árnyék ennek a fiatal pásztornak az apukája, amikor ő majd megöregszik, vagy éppen ő, azok meg bejártak a templomba. Ugye régen, főleg a reformátusok, még a tanyára is bementek szekérrel, még akár télen is bementek. És akkor ugye ez meg azt szimbolizálja, hogy a templomba jár a, ugye a paraszt, a kumparaszt, vagy a őseink. És akkor ez a fiatalember, ha megöregszik, bejár a templomba, meg akkor is, vagy fordítva az apukája megy be. Tehát ez egy ilyen szimbólum az is, hogy templomba is járt, meg kint volt a pusztán is dolgozott, mint pásztorként, vagy tanyasiként. És akkor ezek mindennek van valami jelentősége, mindenki is apró részletnek. Tehát ez így áll össze. Gratulálunk az elismerésekhez, elért eredményekhez. Köszönjük az interjút. Én is nagyon köszönöm. Köszönöm a megtisztelő érdeklődéseteket.